Nemrégiben tisztújítás, vezetőségváltás volt a Kozár Michelin település fejlesztéséért non-profit KFT-nél. Az új vezető Barics Arnold, akit már Kozár Michelinből régóta sokan ismerhetnek. Igen, hát a tisztújítás olyan apropóval történt, hogy Pusztai János elődöm nyugdíjba vonult. Egy olyan KFT-t vehettem át, ami már egy bejáratot, mondhatom azt, hogy több mint 10 éves múlttal rendelkező KFT, aki a településnek elsősorban a zöld területek karbantartását végzi. Valamilyen szinten természetesen új szemlélet is jön a KFT életébe. Szeretnénk mindig minél szélesebb körben feladatokat ellátni, ami nem csak a zöld terület karbantartásokról fog szólni, amit lehet az utak karbantartásától kezdve a település lakosságának az igényeit kiszolgálva, kisebb kertek karbantartásától kezdve a könyves munkán keresztül, amit szakemberekkel el tudunk végezni, ezt el fogunk végezni. Ez már el is indult. Az önkormányzat kisebb karbantartásait, ami felfagyott lapozásokat érintett jelen pillanatban, ezt már mi a saját dolgozóinkkal megcsináltuk, kijavítottuk. Ilyen kisebb javításokat már el tudtunk végezni. Későbbiekben szeretnénk bővíteni a gépparkot, ami azt jelenteni, hogy a kisebb-nagyobb földmunkákat is el tudjuk végezni, ami árokelvezetés, vízelvezetés témában szóba jöhet, azt saját géppel meg tudjuk oldani. Amennyire lehet, arra törekszünk, hogy ne kelljen külső vállalkozókat bevonni, amit lehet mi saját berkeken belül meg tudjunk oldani, de ha valamit nem tudunk, vagy nincs olyan gépünk, vagy nincs olyan apparátusunk, akkor azt helyi vállalkozókkal közösen igyekszünk megoldani. A vezetés átvétele után mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember belerázódjon ebbe a munkába, megismerje, hogy mik a feladatok, ami fontosságot élvez, illetve milyen új kihívásokkal kell szembenézni? Hát talán ebben mondhatom, hogy szerencsés vagyok. Az első naptól kezdve mindenféle átmeneti nehézségek nélkül ugyanúgy dolgoztunk tovább a stábbal, mondhatom így, ahogy átmenet nélkül a szokásos munkamenetek, munkafolyamatok mentek. Az új munkafolyamatok pedig úgy jöttek be, hogy én azért ugye helyi lakos vagyok, itt születtem, gyakorlatilag ismerem a területet, mint a saját tenyeremet. Ahol nehézségbe ütköztünk, az igazából a régi vízelvezető árkoknak a tisztítása, ami már akut volt, tehát itt azért ez egy hosszabb folyamat, de gyakorlatilag ami munka eddig folyt, ez mindenféle zökkenőmentes átmenet nélkül folyik tovább. Említetted a régi Kozár Michelin-iségedet, talán ezért is esett rád a választás, így történt a megkeresés? Így van, tehát gyakorlatilag a megkeresés ebből az oldalból jött, hogy azért egy régi kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy számomra ez megtisztelő egyébként, hogy gondoltak rám. Természetesen azért gondolkoztam rajta én is sokat, hogy miért, hogyan, hogy tudnám ezt csinálni, milyen lemondásokkal jár, mert természetesen a saját vállalkozásom az üzemel, tehát nem munkát kerestem, de egy olyan szép feladatnak látom ezt a KFT vezetést, és egy olyan komplex feladatnak, ami egy kihívás, és úgy gondolom, hogy ebbe örömét lelheti az ember. Remélem, hogy sikeresek, és tehát remélem, hogy sikeresek leszünk azért ebben. Ahogy telnek a napok és zajlik a munka, jönnek néha új ötletek, hogy mivel lehetne még egyszerűbbé, jobbá tenni az itt folyó munkát? Természetesen, és ezt keressük is. Tehát azért egy komplett tervet összeraktam, még mielőtt elkezdtem volna ezt a munkát, és egy kisebb tanulmányt írtam arról, hogy mik azok a feladatok, amiket el kell végezni, mik azok az újítások, amik szóba jöhetnek, ezt egyeztettem az önkormányzattal, és folyamatosan jönnek be igények. Tehát a településsel való együttműködés az pont ezt jelenteni. Tehát nem zárkózunk el semmitől, semmilyen ötlettől, hívnak is, tehát csörögnek a telefonok szépen, bőszen.
amire számoltam is, és hála Istennek ez így működik, tehát úgy tudunk valamivel előre haladni, hogyha az igényeket felmérjük, és jönnek a kritikák, negatív és pozitív kritikák is, úgy gondolom akkor leszünk sikeresek, hogyha egymásra odafigyelünk. Tehát ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy a lakosságnak lojálisnak kell lenni azért a település irányába, tehát amit lehet, akkor azt természetesen mindenki a saját berkein belül oldjon meg. Én úgy gondolom, hogy ez a fűnyírás problémás dolog tud lenni, ugye ez már régi probléma, hogy így fejezzem ki magam, hogy ki meddig nyírja a füvet, mi az ő területe, mi nem az ő területe, de valahol én úgy gondolom úgy kell kezelni a közterületeket is, mint hogyha a sajátunk lenne. Ha odafigyelünk egymásra, akkor ebből probléma nem lehet. Én úgy gondolom maximálisan mi a mi részünkről ki fogjuk szolgálni ezt a részt. Aztán ez már még jön be az összes többi új, ami a karbantartásokat illeti, de nem hiszem, hogy ebbe probléma lenne. Ami nagyobb feladat, az például a látványtónak a környéke, ott hát össze kellett raknunk a gondolatainkat, hogy mégis hogy legyen ez továbbiakban védve ez a terület, és azért mondom, hogy védve, mert gyakorlatilag jelen pillanatban van is gazdája, meg nincs is, és ott azért hát a zsilip mellett és az elvezető elszivárgó csöveknél ott lehetnek balesetek, és már hívtak is ilyen ügyben, de úgy gondolom, hogy rövid úton ezeket meg fogjuk oldani, oda fogunk erre figyelni. Itt elsősorban arról van szó, hogy a zsilip környékét azt olyan szinten kell korláttal védeni, hogy ott azért a továbbiakban ne legyen olyan baleset, amilyen a múltban történt. És az elszivárgó csöveknél viszont mindenféleképpen ezeknek az elfedését, illetve kijavítását, átalakítását el kell végeznünk. Erre már megvan a tervezetünk, hogy hogy oldjuk meg, és neki is álltunk. Mennyire fontos az, hogy a maximális munkavégzés és kiszolgálás mellett költséghatékony legyen a gazdálkodás? Hát az egyik talán legfontosabb a biztonságos háttér, ezt pedig úgy tudjuk biztosítani jelen pillanatban magunkban, ugye, hogy magunknak, hogy az önkormányzat támogatásával működő KFT-nek ugye ne az legyen a lényege, hogy hát van egy biztos pont, pénzt kapunk, és van mire költeni, és simán el is fogjuk tudni költeni. Ehhez nagy tudomány nem kell, én úgy gondolom. Ami lényeges lenne, hogy úgy figyeljünk oda a költséghatékonyság oldalára, hogy amit lehet, azt magunk oldjuk meg a feladatokat, tehát ne kelljen külön külsős cégeknek fizetnünk. Úgy gondolom egész felkészült az apparátus, nem lesz ebből probléma. Későbbiekben szeretnénk, hogyha szakmaibb lenne az állományunk, de jelen pillanatban is, amit lehet, meg tudunk oldani, tehát nincsenek ilyen nehézségeink. A másik pedig a költséghatékonyság oldalán ugye a rezsiköltségek szerepelnek, ahol nagyon észnél kell lenni. Itt elsősorban nem a KFT telephelyéről van szó, mert minimális költségekkel üzemelünk, tehát az telephelyhez képest még hihetetlen is gyakorlatilag, hogy milyen rezsiköltségünk van, de hát ez abból adódik, ugye, hogy mi 90%-ban a területen vagyunk kint, a településen. Ami nekünk nagyobb feladatot ró fel, ez a sportcsarnoknak az üzemeltetése, és gyakorlatilag mondhatom azt, hogy az kerül a legtöbbe nekünk. Itt kell nagyon okosan egy olyan koncepciót kidolgozni, amivel tényleg igazából költséghatékonyak tudunk lenni, ami abból adódik, ugye, hogy jelen pillanatban egy nagyon rövid ciklus állt rendelkezésre arra, hogy egy múltbéli mérést tudjunk eszközölni, tehát ami rezsire és a szabadidőknek a kiadására vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy ebbe is már a megoldás talaján állunk, úgyhogy rövid időn belül itt is megoldás fog születni. A dolgozói struktúra időnként változni szokott, hiszen vannak állandó emberek, illetve néha dolgoznak a közmunkaprogramban résztvevők is. Most, illetve a közeljövőben hogy fog alakulni ez a helyzet? Jelen pillanatban a vezetéssel együtt 17 állandó dolgozója van az önkormányzat, illetve az önkormányzat KFT-nek. 9 közmunkásunk van, amit 6 fő közmunkással tudunk bővíteni május 1-ével. Ez a létszám már össze is állt, felkerestük azokat
az illetőket, akikkel együtt fogunk tudni dolgozni. Feladat van bőven, ezt hála Isten pályázati oldalról is meg tudtuk támogatni, tehát ami alapanyagot és szerszámokat, ilyesmit illet, abban hála Istennek jól állunk. Feladatunk pedig van bőven, úgyhogy párhuzamosan több munkát tudunk végezni, ez nagy segítség számunkra. Közeljövő meghatározó feladatai? Hát a legközelebbi feladatok ugye a vízzel vezető árkoknak a tisztítása, ami a Mosolgát környékére fókuszálítjuk most az elején, de az összes vízvezető árkot az északi lakóteleptől az öreg falun keresztül folyamatosan több etápon keresztül ki fogjuk takarítani. Természetesen ez csak egy ilyen úgymond előmunkálatnak számít, mert a nagy koncepció az készül ugye az önkormányzat részéről, ami pályázati úton történik. De ettől függetlenül azért rá kell készülnünk az elkövetkező hónapok esős időszakára is, úgyhogy nem kell megvárni, nem szabad megvárnunk azt, hogy nagy károkat okozzunk, úgyhogy előtte ki kell ezeket az árkokat tisztítani. De ez mellett, ami fontos volt, a veszélyes fákat el kellett távolítanunk. Hát most itt azért voltak ellenzöngék is. Én tudom, és számomra is egy ilyen meghatározó színfoltja volt a műfáz melletti két fűzfa, amiről nagyon sokan felhívtak telefonon, hogy sajnálják, hogy kivágtuk, de muszáj volt sajnos, ennek a két fának a belsejét teljesen elkorhat, és sajnos eddig csak felgaljazás történt. Az EON alvállalkozója hát elég durva árat közölt erre a munkálatra, amivel ezt el tudtuk volna távolítani, de a végeredmény az lett, hogy hát egyharmada áron 6 ilyen fát tudunk közösen eltávolítani a KFT dolgozóival, úgyhogy a veszélyes részeket ők eltávolították róla, úgyhogy mi a törzset fogjuk már csak kivágni. De hát így is ugye szintén megint csak visszatérnék oda, hogy költséghatékonyan meg tudtunk oldani olyan feladatot, ami már régóta akut volt. A Kossuth-Lajos utca felső végén ugye volt egy olyan veszélyes fánk, ami hát már veszélyeztette a környező házakat is. Aztán ezen túlmenően még van egy csomó olyan dolog, ami kidolgozás alatt van, ugye a látványtól környékének a hasznosítása és annak a biztonságosabbá tétele. És még itt bejönnek azok a feladatok, ami az ifjúságra is vonatkozik, ugye, hogy van nekünk egy olyan skateboard pályánk, ami állandóan költözik jobbra-balra, nincs egy fix helye, és a gyerekek kézben hordják vissza arra a pályára, amit már hát mondhatom azt, hogy több funkciós, mert mindenre azt a területet próbálnánk hasznosítani. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a feladatok, ami jelen pillanatban akut, ami jelentkezett és kopogtatott az ablakon, és aztán a többi kidolgozás alatt van, illetve terv szerint halad. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen!